Nem veled beszélem meg a magánéletemet. De ezerszer rosszabb vagy, mint gondoltam, Marcia. Igen, ezerszer rosszabb. Margita. Szenyora Marcia, szóval hát igaz. Egész idő alatt félrevezettél. Most miről is beszél? Mutasd csak nekem a kezed! Mutasd! Szöreide! Gyerünk, mutasd csak! Látni akarom! Látni akarom! Engedj a gyűrűm, és te még kérdezetted! Csinálod, hogy bosszanthass az apámat? Hogy megbánts engem? Ne akarta vagy, mi, Pablo? Valéria, kérlek, nyugodj meg! Te azt hiszed, hogy az apámat érdekli, hogy mi lesz Belindával? Nos, én... Ő nem törődik senkivel. Valériát, elköltözünk innen, mert amíg itt vagytok Marciával... Majd beszélek vele. Megkérem, hogy költözzünk el, amint csak lehet. Gondolod, hogy hallgat rád? Nem tudom. De legalább megpróbálom. Mi a baj, Paula? Kicsit rosszul vagyok. Mi a baj? Jó vagy? Nem. Mind akkor most, Paula? Paula? Nem. Paula. Ne hívj orvost, kérlek. Már jobban vagyok. Köszönöm. Köszönöm. Ha így halhatnék meg a karjaidban, miközben a szememben nézel, én lennék a legboldogabb ünnep. Szörnyű. Szegény Jorge. Igen, de a jó hír az, hogy hamar felépül. Azt hiszem, holnap már ki is engedik. Szóval találkozgatott azzal a nővel. Tudod, én már sejtettem. Amikor csak belépett a bárba, Jorge szemei ragyogni kezdtek. De nekem nem beszélt róla. Mindenki. Éppen a hotelben voltam Pablóval, és Valéria hirtelen felbukkant és botrányt csinált. Elment az esze. Pablóval voltam? Igen. Tudtad, hogy feleségül akar venni? Újra próbára teszed a türelmemet, Belinda. Nem válaszoltam. Egyelőre. De ha te komolyan hozzá akarsz adni Miguelhez, bocsáss meg, papi, de akkor elmegyek Pablóval Chicagóba, és többé nem látszik. Kicsaszte! Ne merj fenyegetni, te! Ostoba! Rihadsz! Azért mentem el Don Csemához, mert Marcia mondta, hogy van egy ékszerész barátja, akit talán... Kifogások! De 50 000 dollárt ajánlott a gyűrűért, és nekem nem volt választásom. Most a gyűrű sokkal többet ér soráidnak! Én is tudom! Történhet velem bármi. Sosem leszek boldog. Amíg Belinda ilyen undok. Amíg Belinda nem érti meg, hogy milyen őrülten és halálos a szeretet. Valéria, eleget szenvedtél. Senkem, vagy feltételeket szab! Nem, apa. Nem akartalak fenyegetni. Egyszerűen el akartam mondani neked, milyen lehetőségeim vannak. A lehetőségeidről majd én döntök. Miguelről hallani sem akarok. Ne képzeld, hogy hozzámegyek, apa. Ha Miguel nem lesz a férjed, Pablo sem. Igen, de Pablo gazdag és legalább jóképű. Igen, ostoba vagy. Egy ostoba tyúk vagy. Te azt hiszed, hogy komolyan megkérte a kezed? Nem lehetsz ilyen hülye. Komolyan csalódtam benned. Nem maradhatsz egész életedben ilyen ostoba. Kellene
kellemetlen helyzetbe hozni, bocsáss meg, kérlek. Paula, ez az előző jelenet nekem egy kicsit kényelmetlen volt. Tudom. Teljesen tisztában vagyok vele, hogy kettőnk között többé már nem lehet semmi. Hiszen szereted Valériát, és én tiszteletben tartom az érzéseidet. Paula, tudom, hogy téged zavar, hogy Valériával... Meg fogok halni. Hamarosan meghalok, Francisco. Mi érdekem fűződne ahhoz, hogy visszakapjalak? Nekem már nincs jövőm. Neked viszont van. Annak ellenére, hogy szeretlek, esküszöm. Hogy csak azt akarom, hogy te boldog legyél. Ha Valéria tesz boldog le, én azt is elfogadom. Csak te lehettél képes ilyen olcsón eladni azt a gyűrűt. Én annyira elkeseredtem, azt se tudtam, mit teszek. És ez nem elég. Csemmel egy fagyot dobott tőlünk. Ne is mondd, kérlek,